csütörtöktől vasárnapig tart a Mackó Farsang, most a Fővárosi Állat és Növénykertben. Hát azért farsang, mert éppen farsang időszak van, és azért Mackó, mert hogy ugye február 2-a, ami ebből a 4 napból majd az utolsó vasárnapi nap, hát ahhoz ugye a népi időjóslás hagyománya is kötődnek, hiszen akkor kell figyelni a medvéknek az árnyékát. És hát ezen a Mackó Farsangon mi több mindennel készülünk. Egyrészt egy fontos dolog, hogy egy jópofa kedvezményt találtunk ki, mert azok a 14 éven aluli gyerekek, akik vagy jelmezbe jönnek, vagy pedig a játékmackójukat hozzák magukkal, jelképes áron 200 forintért látogathatják ezen a 4 napon az állatkertet. És hát rengeteg programunk is lesz, aminek egy része különböző látványetetések, például a jegesmedvéknél is, és hát ez egy nagyon izgalmas dolog, hiszen a föld legnagyobbra növő négylábú ragadozójáról van szó, meg hát ezek fiatal jegesmedvék, akik nagyon aktívak, és ugye ez a látványetetés, ez nem csak a közönségnek látványos, hanem az állatnak is egy jó pofa szórakozás, egy környezetgazdagítás neki. De hát ugye jegesmedvéken kívül barna medvénél, ormányos medvénél, kis pandánál, vagy más néven vörösmacska medvénél, sőt olyan állatoknál is van látványetetés, akiknek a nevében nem szerepel a medve szó, tehát pingvineknél, oroszlánfókáknál is. És hát különböző állatos ismeretterjesztő programjaink is vannak, de vannak olyan programjaink is, hogy például lehet majd kiflét sütni, vagy ki lehet próbálni a kürtős kalács készítést, vagy farsangi maszkot, illetve bábot lehet készíteni, tehát ilyen típusú program is lesznek, és hát még sok minden más zenés, bábos programok is lesznek, például a két hétvégi napon, szombaton és vasárnap mind a két nap egy órától jelmezes télűző felvonulás is indul a főbejárattal, és hát ami még egy extra dolog, hogy vasárnap 10 órakor nem csak egyszerűen látványetetés lesz Balunál a barna medvénél, hanem akkor megnézzük azt is, hogy vajon van-e árnyéka vagy nincsen, mert ugye a népi időjóslás hagyományai szerint ebből lehet majd következtetni a tél hosszára, úgyhogy vasárnap még ezeken felül medve árnyék észlelés is lesz.